Köszöntöm az esti mérleg nézőit. Ezen a héten az október 13-ai önkormányzati választáshoz kapcsolódóan a polgármester jelölteknek adunk lehetőséget a bemutatkozásra. Ma Márta Rolanda a vendégem, az ellenzék összefogás polgármester jelöltje, de hogy egészen pontosan mely szervezet, jelöző szervezet, aki ezt elmondanám. Tehát a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért mozgalom, a Lehet Más a Politika, Mindenki Magyarország mozgalom, Momentum mozgalom, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt. Csak azért olvastam, hogy biztos, hogy ne hagyja ki senkit sem. Ez hét, hét jelölő szervezet vagy párt. Miért olyan fontos, hogy, hogy heten álljanak ön mögött? Így van, üdvözlöm én is a székesfejvári nézőket. Nagyon erős szövetséget tudtunk létrehozni. Az az igazság, hogy már a 2018-as országgyűlési választások után megkezdtük a közös munkát, és a Közösen elvégzett várospolitikai alternatíva képzésével kapcsolatos feladatok nagyon erős szövetségek kovácsolt bennünket, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jól fogunk szerepelni ezen a választáson, és azt az ellenzéki többséget, ami a városban megvan, azt győzelemmé tudjuk formálni október 13-án, hiszen azok az erők, az a hét párt, hét ellenzéki párt, ami most összeállt és támogat engem, és közös jelölteket indít mind a 14 választókerületben. Ezeknek a pártoknak a szavazói többségben voltak, döntő többségben voltak 2018 áprilisában az országidési választásokon. 28.100 valahány szavazatot kapott a Fidesz, és az engem támogató ellenzéki erők pedig 32.800 szavazatot kaptak. Ez egy elég radikális különbség. Igen, azt akartam is kérdezni, hogy miért méretteti meg magát polgármester jelöltként. Szeretem Székesfehérvárt és az itt élő embereket, és azt gondolom, hogy a Fidesz országlásával és a fidesz város várospolitikájával szemben mást kell csinálni. Én azt szeretném, hogyha a 100 ezer magasabb egészségügyi szolgáltatásokban, jobb, jobb egészségben élhessen, ha tudnánk közlekedni Székesfehérváron, hogyha az oktatási intézményeink európai szintű szolgáltatást nyújtanának. És hogyha az egész város összefogva és valóban küzdene a klímaváltozás ellen, és megvédené magát annak a hatásaitól, ezek a legfontosabbak, még az elvándorlás elleni küzdelmet emelném ki, amit a Fidesz A problémának nevez, mi ellenzéki erők, és a, elsősorban a bennünket támogató fiatalok azt mondják el, hogy hát ez nem így van, ez valódi probléma. Székesfehérváron ma minden 18 éves fejéváriból legalább a kettő-harmada elvándorlást tervez. Ez egy riasztó, szörnyű adat ami a város fenntartható fejlődését is veszélyezteti. Ezért ez, ezen a téren is radikális lépéseket kell tenni, hogy a szakképzett, felnövekedő fejévádi generációkat meg tudjuk őrizni Székesfehérváron. Én most majd nagyjából akkor vázolta is a programot, hogy mi az, ami az ön programjában van, helyet kap. A legfontosabb kérdéseket, hogyha elmondaná, hogy mi, a, mi, a, mi, az, a, mondjuk mi az első, mi a legégetőbb, uh, amit. Majdnem minden hozzani. kérdés égető. Én még arra szeretnék kitérni, hogy kezdjük egy a számvetéssel. Tehát 9 éve 2010 óta Csárpalkovi Csandrás a Fideszes polgármester vezeti Székesfehérvárt egy szinte egyedülálló Fideszes többséggel a közgyűlésben. 2010-ben három dolgot ígért. Egyrészt, hogy az egészségügyet rendbe teszi, tehát az időseknek méltó egészségügyi ellátása lesz, a munkavállalók helyzetét javítani fogja, visszaadja a tisztességes munka becsületét, illetőleg a fiataloknak ígérte azt, hogy boldogulni fognak a városban. Ehhez képest az egészségügy helyzete soha nem volt ilyen mélyen Székesfehérváron, mint ma. A munkavállalók helyzete soha nem volt ilyen rossz, mint ma, és az elvándorlás soha nem volt ilyen erős mértékű, mint ma. Tehát ez három ígéretből nulla. Amikor ezt ő is belátta, akkor 2015-ben korrigált, és a Modern Városok Program keretében hét hét darab ígéretet tett Székesfejevámnak. egyrészt kórházfejlesztést, az Alba Arénát, egy középiskolai kampuszépítését, a Feketes szálló rendbetételét, a Zicsirigetnél egy alakutat, hogy a közlekedés javulhasson ígért egy zöld tüdő programot az alsóváros Réttől egészen Feketehegyig 200 hektárnyi erdőt, és ott még egy hetedik ígérete, azt hiszem az Alba Arénát felejtettem el, ami a Budai út nagyszombati útnál egy nagy jégkorong stadion. Szerződés is kötött a kormányjal erre a hét ígéretre. Ezeknek a, szerződött 2018. december 31-e volt. Egyetlen egy ígéret nem valósult meg. Tehát az első ciklusában háromból nulla, a második ciklusában hétből nulla. A 9 éves polgármesteri regnálását ebből a, ezzel a 10 nullával lehetne jellemezni. Azt kérem a fejévárjagtól, hogy olyanok olyan erőt támogassanak, aki arra készül, hogy be fogja tartani az ígéreteit. És mi az egészségügy, a közlekedés, az oktatás, a lakhatás és a, a, a klímaváltozás elleni védelme területén ígérünk, olyan ígéreteket teszünk, amelyeket Székesfehérvár saját adóbevételeiből és a befolyó Európai Uniós forrásokból képesek vagyunk öt év alatt megvalósítani. Be fogjuk tartani az ígéreteinket. A tízből nulla helyett végre avval találkozhatnak majd a fejéváriak, hogy egy olyan polgármester, és mögötte egy olyan közgyűlés dolgozik, amely arra szerződik, hogy végrehajtja azt, amit ígér nekik. Ugye mondta az egészségügyet, hogy, hogy ez reformációra szorul. Egészen pontosan milyen elképzeléseik vannak, és hogyan, hogyan, lehetne megvalósítani? Milyen... Egy döntő építésre és beruházásra szántuk el magunkat. A 13. kerületben működő angyalföldi modell egy kicsit tovább fejlesztve és tovább gondolva az ottani tapasztalatok alapján egy annál is jobb ő, új intézményt építenénk meg Székesfehérváron a Fűtőerőmű Kft. kiürült területen ott a Gáz utcában egészségügyi diagnosztikai központ, a világ legmodernebb CT, MR, ultrahangos képalkotó eszközeit és lézeres mammográfiás eszközeit vennénk meg és állítanánk működésbe ott első lépésben. Itt persze nem csak az eszköz beszerzése nehéz, hanem a szakképzett orvosi karnak az idecsábítása is, ezért mi ezt egy koncesziós szerződésben működtetnénk az angyalföldi tapasztalatok alapján. De a lényeg a fejjelvágyak számára az, hogy a székesfehérvári állandó lakosok szakorvosi beutaló alapján ezekre a rendkívül fontos, és jelenleg székesfehérvára 6-8 hónapos várakozási idővel elérhető diagnosztikai vizsgálatokra egy héten belül kapnak időpontot, és nem a 25-30 éves gépeken, hanem még egyszer mondom, a világ jelenlegi technológiai színvonalánál a legmodernebb berendezéseket hozzuk székesfehérvára. Fehérváron is, mint egész Magyarországon a szív- és érrendszeri és a daganatos megbetegedések alapnak. Ez mindannyiunkat fenyeget. És ezen betegségcsoportok ellen egyetlen, egy valódi ellenszer van az időben érkező és alapos diagnosztika, hogy időben ismerjük fel ezeket a betegségeket. Enélkül Fehérvár egészségén gyűj ellátásában és a fejvárjak egészségügyi állapotában döntő változás nem lehet elérni, erre az új intézményre a városnak szüksége van. Mondta az egészségügy mellett még a közlekedési. Így van, a, 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 a amellett, hogy Cserpalkovics Handás 10-ből nulla ígéretet tartott be, szétverte Fehérváron a, a, közlekedést, aminek a legnagyobb problémája, hogy az Alba-Volán ZRT-t szétverték, és a megjegyezhetetlen nevű Kányi K, valami ZRT-t, amit Tatabányáról irányítanak. Erre ezzel a céggel szerződött a fejvári közösségi közlekedés, ami elégtelen szolgáltatást nyújt. Tehát az óránként járó 30 éves buszok 2019-ben nem jelentenek alternatívát az autózással szemben, és ezért egy szélsőségesen autós város lett Fehérvár. Én magam most éppen egy elektromos rollerrel igyekszem közlekedni, amikor csak tehetem és a saját bőrömön tapasztalom azt, hogy mennyire nehéz a két kerékkel, a kerékpárral vagy rollerrel közlekedni Fehérváron, mert veszélyes. Annyira nincsenek kiépítve használható kerékpáros utak, hogy kénytelenek vagyunk az autók közvetlen közelében használni ezeket az eszközöket. Ezért ebben is változás kell. Tehát ha nem akarunk dugókban ücsörögni minden reggel és minden délután, akkor használható közösségi közlekedés kell, sűrített járatok, modern buszok, és a kétkerekű eszközöknek is meg kell teremteni a használati lehetőségét. Ami még nagyon fontos, hogy a lakótelepeinken elmondják a polgárok, hogy azért nem vásárol magának kerékpárt, mert nem tudja tárolni. A pincékből kiszorultak, a nyolcadikra nem lehet felvinni, oda vannak láncolva biciklik azokon a lépcsőházakon, a radiátorokhoz, ez nem megoldás. Ebben a szegedi modellt kívánjuk követni, ahol Botka László polgármester barátom úgy döntött az ottani politikai vezetőkkel, hogy a lakótelepeken zárt, védett kerékpárgarázsokat építenek, és ez teljes siker. Minden tízemeletes épület, vagy négyemeletes panel épület oldalában egy plexivel körülzárt, mágneskártyával nyitható kerékpárgarázs van, 5 méterre a bejárattól, és mindenki beruházott egy ilyen eszközre. A szegedi lakosság 25%-a napi szinten használ kerékpárt, ez is hozzájárul ahhoz a szegedi kedvezőbb úthálózat mellett hogy nincsenek dugók. Nekünk is ez a megoldás, közösségi közlekedés, kerékpáros közlekedés, és hát az indok alatt végrehajtott szakszerűtlen sávszükítésnek a felszámolása és az elzárt sávoknak az ismételt megnyitása, ezek a legfontosabb lépések. És nem tudom, hogy a parkolókkal kapcsolatban vannak -e elképzeléseik? A parkolás egy áldatlan állapot, nyilvánvalóan. Itt ugye a jelenleg vezetés felszíni parkolókban gondolkodik, meg is kirette az ezer új parkolóhely programját. Ennek a döntő többsége a Sóstói stadion mellett épült meg, és ott áll egész héten üresen. No comment, ezt tudom rá mondani. Ahol szükség van a legtöbb parkolóra, azok a lakótelepek és a belváros környéke most ezt is felszíni parkolóban kezelni már szinte lehetetlen. Ezért muszáj modern parkolási infrastruktúrában, parkolóházban sülyeztet, legalább egy szinten lesülyeztet még arázsokban gondolkodni. A csapatunk tagja Német László, a Fejnmegye építészek kamarájának elnöke, több építészmérnök és városépítő szakember bevonásával nagyon jó elképzeléseik vannak, hogy hogyan és milyen technológiával lehet Aránylag árérték arányban jó minőségű, ö, ilyen modern parkoló, parkolási infrastruktúrát kiépíteni a lakótelepeinken, de ez egy, ez egy elég bonyolult ö, ö, szisztéma, amiben gondolkodunk. Azt tudom ígérni, hogy a parkolási problémákra is egy három éves időtában már tudunk, főleg a lakótelepeken megoldásokat kínálni. Mondta még az oktatás ügyet, hogy esetleg azt is meg lehetne reformálni. Hogyan, milyen elképzelések mentén? A XXI. századi Fehérvár legfontosabb beruházása az a gyermek. Mondtam az elvándorlást. És ez összefügg abban a vállalásunkkal, vagy víziónkkal, hogy nagyon szép, hogy Székesfehérvár a királyok városa, az ország történelmi fővárosa. Büszkének kell lenni a hagyományunkra, ezeket ápolni is kell de mégiscsak Fehérváron akkor fogunk jól élni, hogyha közép-európai ipari technológiai központjában tesszük. És hogyha a tovább tud robogni azon a, azon, a, azon a vágányon, amin a 90-es évek elején el tudott indulni. Ez ma új lendület kell. Az operátori munkakör azok a, 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 az európai kapitalizmusban a legalsó termelési láncok, amik jelenleg fejváron vannak, ezek, ezek, ki fognak fulladni. 200 forintos nettó bérből fejváron ma már nem lehet minőségi életszínvonalat finanszírozni, ezért nagyon muszáj, hogy ezen változtassunk, ezen, ehhez képzett felcseperedő generációkra van szükség. Kell tudni angolul folyékonyan 14 éves korra, és 14 éves korra már el kell sajátítani azokat a digitális, informatika és robotikai ismereteket, ami majd elengedhetetlenek lesznek az elhelyezkedéshez. Ezt ma a fejvári oktatási rendszer ezt a szolgáltatást nem tudja nyújtani, csak azok a, a gyerekek részesülnek ebben a a feltétlenül szükséges tudásban, akiknek a szülői, szülei meg tudják vásárolni ezt az iskola mellett. Én azt akarom. Mi azt akarjuk, hogy ez a szolgáltatás közpénzből finanszírozva rendelkezés álljon. Mivel a kormány és a Fidesz kiszorította a várost a saját iskoláiból, ezt jelenleg úgy tudjuk majd megtenni, hogy az alapítványon keresztül, egyébként itt is az földi modellt vennénk alapul, tudjuk finanszírozni azt, hogy a nyelvoktatásban előrelépjünk, és az informatikai, robotikai képzésben Előrelépünk és 14 éves koráig minden fejében egy gyermek napi szinten találkozzon ezekkel a képzésekkel. Nem sok időnk marad, de még egy utolsó kérdés. Azt mondta, hogy a klímaváltozással kapcsolatban is vannak elképzelések, hogy mit lehetne tenni, vagy hogyan lehetne védekezni. Vagy... Így van, nem dughatjuk homokba a fejünket, ahogy most a beszélgetéshez készülöttünk, arról beszélgettünk, hogy hát mindjárt itt a szeptember, és hát 36 fok van odakint, és ez valószínűleg szeptember végéig az indián nyár az már nem annyira az őszbe hajló, hanem a nyár meghosszabbodását fogja eredményezni. Hosszú távon avval kell számolnunk, hogy száraz és felmelegedő éghajlata lesz itt Magyarországnak is, benne Fehérvárnak is. A döntő az, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkenteni tudjuk, a döntő az, hogy a kipufogó gázok mennyiségét csökkenteni tudjuk, és döntő az, hogy a beton felületeket, amelyik ontják magukból a hőséget Székesfehérvány, ezeket csökkenteni és kizöldíteni tudjuk. Térkőhelyet és betonhelyet, fűves területeket és fákat igérünk és a jelszónk, azt még el kell mondanom, mert nem lehet az, hogy fűre lépni tilosan. A, én úgy gondolkodom Székesfehérványon a zöldítés mellett, hogy fűre lépni szabad, sőt, ajánlott minden székesfehérvárinak. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, hogy megismerhették a nézők a, a programját polgármester jelöltként. Köszönöm szépen még egyszer, hogy Én itt köszönöm volt. A És az önök figyelmét is köszönjük az esti mérlegeben Márton Rolandot, az ellenzék összefogás polgármester jelöltjét látták. Holnap is várjuk önöket viszontlátásra.